Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Aratás. Rekordidőben kezdődtek az idén a munkálatok. 22 településen lesz gyérítés Tolna vármegyében. Beavatkoznak a szúnyogok ellen. Üdülés. Közkedvelt helyek Magyarországon, illetve külföldön. Duális képzés a Tolna vármegyei szakképzési centrumnál. Gyakorlat a Trajc Kft-nél. Az idén a szokásosnál jóval korábban kezdődtek meg a földeken az aratási munkálatok Tolna vármegyében is. Az aktualitásokról, piaci helyzetről kérdeztük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakemberét. Az időjárás miatt idén a szokásosnál két héttel korábban, már június elején az őszi árpa aratásával megkezdődtek a földeken a betakarítási munkálatok. Elmondható, hogy idén 70.113 hektáron aratunk nyári betakarítási növényeket. Ez közel 19.000 hektárral kevesebb, mint az elmúlt évben volt. Főleg az őszi árpa és az őszi búzának a termőterülete csökkent, ilyen nagyjából 9-9000 hektárral. Az idei termés a repce kivételével a tavalyi évnél jobbnak ígérkezik, mind mennyiségben, mind pedig minőségben. Az őszi árpának több mint a 90%-a már betakarításra került, erről már olyan konkrétabb adatot tudok mondani, 6,46, tehát közel 6,5 tonna per hektáros termés eredményeket érnek el a betakarításkor, így olyan 80.000 tonna össztermés felett várjuk a hozamot, vagy az össztermést. A közel 45.000 hektárnyi búza vetés területéről eddig még csupán 4.500 hektár takarítottak be, 6,7 tonna per hektár átlaggal. Mind a búza, mind az árpa minősége úgy mondom, hogy nagyon jó, a tavalyi évhez képest sokkal jobb. Árpából nagyon jók a hektoliter súlyok, 60 és 60 fölött várható, úgyhogy vannak sörárpáink is. Tavaly ugye nem volt, tavaly nagyon rossz minőségű volt az árpa. A búza esetében azt mondhatom, hogy az egyharmada az eddig betakarított termésnek malmi minőségű, a kétharmada inkább a takarmány minőség. A repce esetében viszont már nem ilyen biztatóak a kilátások, hiszen azt az időjárás és a kártevők idén nagyon megviselték. A termés mennyiség lényegesen alacsonyabb, mint tavaly. Az elmúlt hétvégén a jég is megkárosított sok repcetáblát. A jég egyébként mind a kukorica, mind a napraforgó táblákat sújtotta több helyen, de ennek ellenére elmondható, hogy idei évben elemi káresemény, most az aratási bizottság ülésen is elhangzott, jóval kevesebb történt, mint az elmúlt években. 78%-kal kevesebb kárbejelentés történt, mint az elmúlt években, a 2023-as évben. A jó minőségű szebb termések ellenére fontos elmondani, hogy az input anyagárak magasak, nagy költséggel dolgoznak a gazdálkodók. A termény árak a 2022-es csúcshoz képest most lényegesen alacsonyabbak. Az országos szúnyoggyérítés program elérkezett többek közt a Tolna vármegyei állomásához is. Összesen 22 településen fognak a régióban beavatkozni. A helyiek rengeteg egyeddel találkoznak, így már nagyon várták, hogy elkezdődjön itt is a munka. Köves Pétertől hallhatjuk a részleteket. 5.835 hektáron folyik majd Tolna vármegyében a védekezés, összesen 22 települést érint június 25-én kedden Paksés térségét, június 27-én Szekszárd és környező településeit, míg június 28-án pénteken pedig Tamás és környezetét érinti majd itt a védekezés vármegyénkben. Kétféle úton történik mindez, egyszer biológiai úton, az annyit jelent, hogy a lárvákat gyérítik ebben az esetben, itt egy granulátumot juttatnak ki a természetbe, nyilván itt főleg a Duna, illetve a Dunamenti településeket és az árterületeket jelenti, ilyen módon védekeznek így a lárvák fejlődése ellen. A második mód a már kifejlett szúnyogok elleni védekezést jelenti, amely már kémiai úton történik. Ez többségében platós járművekre szerelt permetező berendezés formájában láthatjuk. Ezek az esti órákban fogják elérni az adott településeket. Itt a készítményt így fogják permetezve kiutatni majd így a lakóhelyünk környezetére, és nagyságrendire pár óra alatt le is bomlik ez a készítmény, mert annyit jelent, hogy itt a
a méhekre és a más beporzást végző rovarokra ez nem lesz hatással. Ne felejtsük el, hogy mi magunk is tehetünk azért, hogy megfékezzük az állomány gyarapodását. Adott esetben akár itt gondolok egy-egy hordóra, víztározóra, gumiabroncsra, madáritatóra, akár az ereszeinkre. Az ezekben lévő vizet az célszerű valamilyen formában tőle megszabadulni, akár az itatokban, illetve a kaspóban feltöltött vizeket folyamatosan cserélni, ilyen szinten is meg tudjuk szakítani a szúnyoglelvek fejlődésének a ciklusát, valamint, hogyha van egy nagyobb esővíztározónk, az pedig érdemes akár egy szúnyoghálóval lefedni, ezekkel a formákkal is tudunk védekezni. Tájékoztatás céljából a gyérítésről a Tolna vármegyei katasztrófavédelem honlapján megtalálható a települések listája, valamint a hozzá kapcsolódó dátumok. Nyolc és fél év börtönbüntetésre ítélt egy kábítószerrel és új pszichoaktív anyagokkal kereskedő férfit a szexári törvényszék hétfőn. Az elsőfokú nem jogerős döntés szerint a 20-as éveiben járó vádlott 2021. augusztusa és 2022. júniusa között a Tolna vármegyei székhelyen árulta a drogot, és a pszichoaktív anyagokkal kevert vagy átitatott zennek, biofűnek, varázscigének nevezett dohányt. A férfi a bűncselekménnyel több mint 2,5 millió forint bevételhez jutott. A törvényszék vagyonelkobzást rendelt el vele szemben, és rendelkezett arról, hogy legkorábban a büntetése kétharmad részének letöltése után bocsátható feltételesen szabadságra. Tekintettel a Duna apadására az erdő látogatási tilalmat a Gemen ZRT megszüntette. Az erdőgazdaság felhívja a figyelmet, hogy a túrázni indulók fokozott óvatosság mellett keressék fel a kijelölt túraútvonalakat, hiszen a felázott erdőtalaj még nem száradt meg, így a fakidőlések kockázata nem szűnt meg teljesen, a pörbői titán még nem közelíthető meg. Mindemellett jelentős szúnyoginvázió várható. A Gemenci Állami Erdei Vasút menetrend szerinti járatai legkorábban július közepén indulhatnak újra. Sikerült megvédeni a magyar nemzeti érdekeket az Európai Unió újabb orosz szankciós csomagjával szemben is. A paksi bővítés teljes körű és általános mentességet kapott a büntető intézkedések alól, így a beruházás felgyorsítható, közölte Szijjártó Péter, külgazdaság és külügyminiszter. Úgy fogalmazott, egyetlen európai uniós kormány sem tud gátat szabni európai cégek részvételének a paksi bővítésben. Ez azt jelenti, hogy sok akadályt és bonyolultságot kiiktattunk a rendszerből, és fel tudjuk gyorsítani a beruházást. A nyár többeknek az üdülésről, pihenésről, valamint a kirándulásról szól. A szexárdiakat kérdeztük, ki mit tervez a meleg hónapokra. A megkérdezettek közül volt, aki a külföldi nyaralást választotta, 5 napot tölt el családjával, Krétán. Igazából nem én választottam, hanem anyukám választottam, mert ő szeretett volna nagyon oda elmenni igazából. Meg voltam ugye régen is igazából, aztán tetszett, nagyon jó hely igazából. Vannak ugye történelmi dolga is, például a Minotaurus, meg a labirintus, meg ilyenek. Az európai országok is közkedveltek. A nyári szünetben tervezek elmenni az El Camino-nak a portugál szakaszára egy kis időre, egy 12 nap, körülbelül olyan 2,5 hétre elnyújtva majd. Igazából ennyi különösebb más terv nincs, meg nyaralás barátnőkkel, ilyenek. Elmondta azt is, az utazáson kívül mivel szeretné eltölteni a szabad idejét. Pihenés gyanánt, szeretnénk elmenni családdal fürdőbe, szeretnék sokat olvasni, meg kipihenni magamat, körülbelül ennyi. A belföldi utazás is népszerű a fiatalok körében. Szerintem több napra, ugye ott a plázs, és amiatt. És még ezen kívül hova fogtok még menni, mik a terveitek a nyári szünetre? Hát fürödni, például a szexádra, a fürdőbe, több fürdőt ki szeretnénk próbálni, és ennyi. A legtöbben a Balatonhoz, vagy Horvátországba, Görögországba, Spanyolországba utaznának. A családok egy része a kempingezést választana. A
Tolna vármegye két víztestén összesen 5 kijelölt természetes fürdőhely található, amelyek vízminősége is jó, illetve kiváló minősítést kapott. Ezek közül 3-at mindenki használhat, 2-t szálló vendégek, valamint táborozók látogathatnak, írt a közleményében a Tolna vármegyei kormányhivatal. Természetes fürdőhely található Szálkán, a Lajvér völgyében kialakított víztározón. Szintén szabadon látogatható a Fad-Dombori Holduna ágon, a Dombori 1-es, valamint a nagyobb vízfelülettel és pihenő területtel rendelkező Dombori 2-es strand. A keleti véget azonban lezárja az ifjúsági tábor. Ennek strandját csak az ottani vendégek használják, míg a Donautica Hotel természetes fürdőhelye csak a szálloda vendégei részére áll rendelkezésre. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara megnyitotta a térségi irodáit Bonyhádon és Tamásiban, ahol a helyi vállalkozók személyesen találkozhatnak a szervezet szakembereivel és vehetik igénybe a kamara által biztosított szolgáltatásokat. Az irodák a Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott vállalkozás fejlesztési program keretében jöttek létre. Elkezdődött a szekszárdi Hunyadi Mátyás vendéglátóiskola nyári sévtábora. Az intézmény először rendez ilyen eseményt. Az általános iskolás korú gyerekek a főzés fortéjait sajátíthatják el különböző napi feladatokon keresztül, de logikai és sportfeladványokat is teljesítenek. A fiatalok később a hét folyamán egy piknik keretein belül megvendégelhetik szüleiket a saját maguk által készített ételekkel. A duális képzés munkáltatóknak és diákoknak is egyaránt jövedelmező. A Tolna vármegyei szakképzési centrum partnere, a Bonyhádi Trajc Kft. 1998-ban alakult, folyamatosan fejlődik és a tanulók oktatásával is szívesen foglalkoznak. Murgács Miklós operatív vezető beszélt a cégről, múltjukról és jelenükről. A jelenlegi ügyvezetőnk Sömjén Trajszkéti szülei alapították a vállalatot egy német cég segítségével. A fő tevékenységünk az fémtömegcikk gyártás, egész pontosan mi autóiparban ténykedünk főként, már a kezdetektől rögzítő bilincseket gyártunk, szerelünk össze, amik a motortérben és a kipufogó rendszereknél kerülnek felhasználásra. 98 óta egy több állomáson keresztül jutottunk el ide, ahol most vagyunk itt az ipari parkban. Ugye itt a ketten kezdték el még annak idején a gyártást, a Kittinek a szülei a házuknak hátuljában kialakított kis garázsban, és onnan jutottunk el most ide, ugye ebbe a 2000 négyzetméteres csarnoképületbe. Mára már több mint 80 dolgozót foglalkoztatnak. 3 évvel ezelőtt egy diák kereste meg őket, gyakorlati hely lehetősége iránt érteklődött, így lépett be a Trajc Kft. A duális képzés világába. Akkor még nem volt egyáltalán fogalmunk arról, hogy maga a rendszer az hogyan néz ki, hanem akkor ugye elkezdtük magunkat egy kicsit mélyebben beleásni ebbe az egész rendszerbe, és 2022. februártól indultunk el a duális képzésbe, hogy ez megelőzte egy kamarai nyilvántartásba jöjtel, meg a többi ilyen bürokratikus dolog, ugye, ami ehhez szükséges. Logisztikai technikusnak tanulva Draft Nikolett. Érdekli a szállítmányozás és a raktári rendszerezés. A cég által kínált lehetőségek ide vonzották. Bár hozzám, a lakhelyemhez messze van, ugyan, viszont amik gyakorlati helyeket, duális képzéseket az iskola felajánlott, ugye, ahol lehetett jelentkezni, ez volt a legjobb számomra, ez a hely, az, amelyik megadja nekem azt a tapasztalatot, amit szeretnék majd, amivel tudok majd valamit elérni is. Itt mindenki segítőkész, nagyon kedvesek, és hogy nekem ez volt a jó választás. Fejes Andrea is szívesen bekapcsolódik a munkafolyamatokba. Fontos, hogy a Trajc Kft.-ben partner és sok teret biztosít nekik. Különféle feladatokban részt vettünk, voltunk itt hátul a raktárban, itt is segítettünk, a csomagolásban is részt vettünk, szállítóleveleket írtunk, meg igazából a mindennapi feladatokban is részt veszünk, számítanak a munkánkra, tehát megbíznak bennünk. A duális képzés kapcsolatot teremt a munkáltatók és a tanulók között. Tapasztalatot és fejlődési alternatívákat ad. A jövő munkavállalói megismerhetik a belső működéseket, valamint valódi képet kapnak a foglalkoztatásról. Regionális híreink következnek. Közvetlen támogatást nyert Pécs, zöld megoldásokra kapott pénzt Brüsszeltől.
Múzeumok éjszakája Pécsen. Megnyílt az Egyiptom inspirálta alkotások kiállítása. Gyerekmentők Balatonlellén. Új jármű segíti a mentéseket a déli parton. Közvetlenül kap támogatást Brüsszelből a pécsi önkormányzat, 580 ezer euró érkezhet a városba. A Baranyai Vármegye székhelye a klímasemleges európai városok programjában vesz részt. Az önkormányzaton kidolgoztak egy fenntarthatósági tervet, amire most érkezhet a mintegy 220 millió forintnak megfelelő összeg. Esőkertek kialakítását vizsgálják a Pécsi Egyetemen, ezekben a medencékben. Erről számoltunk be nemrég. A csapadékvíz megtartását és hasznosítását, illetve a villámárvizek pusztításának megfékezését remélik ezektől a kutatók. Az ilyen megoldások is beletartoznak abba a zöld elgondolásba, aminek része Pécs, mondja az önkormányzati szakbizottság elnöke. Ilyeneket feltétlenül csinálnunk kell. Én most konkrétan ugye gyakran járok Brüsszelbe, Brüssel legbelsőbb részeiben alakítanak már ki ilyeneket, de azt is hozzá kell tenni, hogy egyfajta szemléletbeli változás is kell, ugyanis ezek körül egy jellegzetes növényzet is kialakul, amit ugyebár az avatatlan városlakó elvadult, elhanyagolt, mocsaras, stb. Területnek nézhet. Tehát hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy a zöld területeket nem úgy fogjuk kezelni, mint eddig. De ez nem azt jelenti, hogy ellazsáljuk mondjuk a fűnyírást vagy egyebeket. Ez nem azért van, hanem azért van, mert hagyjuk őket természetes állapotban fejlődni. Saját fenntarthatósági programot dolgoztak ki az önkormányzaton, ami több részből áll, mondja Kóbor József. Ennek most a kulcs szerepe a kibocsátás csökkentés, ami jelen esetben, a mi esetünkben döntően energiahatékonyság, épületenergetikai hatékonysági programok tovább folytatását jelenti, olyanokat, amelyek most már nem csak a középületeket érintik, hanem a lakosságot is. A másik a fenntartható tömegközlekedés továbbfejlesztése, tehát ebben beletartozik az elektromos autóbusz program, azon kívül a közlekedés szervezés is, ami elsősorban a gépkocsi közlekedés, hát hogy mondjam, racionalizálását jelenti. Ide tartozik még a városi zöld területek kialakítása és a csapadékvíz hasznosítása, aminek egyik eszköze az esőkertek létesítése. Ezekkel a programokkal egy EU-s kezdeményezéshez kapcsolódik Pécs. Pécs fenntartható fejlődésének, illetve zöld politikájának egyik alapja az, hogy 2021-től kezdve elindult egy folyamat, hogy bekapcsoltuk a várost az Európai Unió Green Deal programjába, és ezen belül sikerült egy városklubba belépni, ami a 100 fenntartható várost jelenti, illetve az zéró kibocsátású városok klubja. Ez természetesen egyelőre egy formális dolog, de az a lényeg, hogy olyan városokról van szó, amelyek olyan projekteket dolgoznak ki, amelyek közvetlen támogatást kapnak az Európai Uniótól, közvetlen támogatást kapnak Brüsszeltől. Ez a program, illetve az elnyert támogatás szerepelt a bizottság előtt hétfőn. Pécs és Miskolc vesz részt ebben a kezdeményezésben. A két magyar város 1 millió eurót kapott közvetlenül a zöld elképzelései megvalósítására. Ebből a Baranyai Vármegye székhelynek 580 ezer jut. A keddi közgyűlésen döntenek majd a képviselők a pénz felhasználásáról, a szükséges szerződések aláírásáról. A zsolnai gyár ókori Egyiptom inspirálta alkotásaira irányította a figyelmet a múzeumok éjszakáján, június 22-én megnyílt új kiállítás Pécsen. A tárlat a tűzben született lótuszvirágok címet kapta. Az alkotások a Janus Pannonius Múzeum zsolnai gyűjteményében láthatók. A Múzeumok éjszakája országos programsorozatba a Pécsi Janus Pannonius Múzeum is évről évre bekapcsolódik. Az egyik jelentős esemény a tűzben született lótuszvirágok elnevezésű kiállítás volt a jeles napon, június 22-én. Több mint két éves munkának az eredménye, ami a zsolnai gyár egyiptizáló díszműválóját mutatja be, ami egészen 1875-től az egész 1930-as évekig mutatja be azt, hogy az egyiptomi művészet hogyan jelent meg a gyár különböző korszakai.
típusaiban, az egyes kerámia típusokon. De vajon mi lehet igazán izgalmas a látogató számára, ha ezeket a kerámiákat megtekinti? Valójában eredeti, ókori, egyiptomi sírokból származó ábrázolások egy teljesen más felületen, tehát nem egy templom vagy egy sírfalán láthatóak, hanem egy kerámia felületén. Tehát a forma és a dekoráció ilyen szempontból egy izgalmas együttest alkot ezeken a tárgyakon. A Zsolnai Múzeumban több mint 50 darab ókori egyiptomi jelenettel és motívummal díszített műtárgy, valamint tervlapok láthatók a nagy közönség számára mostantól. A kiállítás megnyitón elhangzó egyik előadása híres úgynevezett zsolnai macskákat mutatja be, mely a tárlat témájához szervesen kapcsolódik. Ez az a ritka és különleges tárgy, aminek mi köszönhetjük azt, hogy itt állunk most ebben a teremben. Ez indította el azt a kutatói munkát, amelynek az első állomása, egy ilyen első lezáró szakasza ez a kiállítás. Tehát korábban már mindketten foglalkoztunk a zsolnai kerámia egyiptizáló stílusával, viszont amikor ezt a tárgyat megláttuk, akkor ráébredtünk, hogy megkerülhetetlen a gyár korai történetének a tanulmányozása. És onnan mi elkezdtük felgöngyölíteni a szálakat. Azért érdekes, mert van a Tutankhamen néven ismerté vált vázasorozat, ezt szokták látni, a Lotus sorozatot szokták látni, gyűjtők nagyon jól ismerik, de az, hogy itt 1875-től a legkorábbi keleti motívumokkal megjelenik az egyiptomi vonal is, az eddig nem volt köztudott. A kiállítás átfogó képet nyújt az ókori egyiptomi inspiráltat tárgyanyagról, amely végigkíséri a gyár történetét 1876-tól egészen az 1930-as évekig. Hűtő-fűtő eszköz, ultrahang és laborvizsgálathoz szükséges tárgyak is megtalálhatóak a Magyar Gyermekmentő Alapítvány új gépjárművében. Az autó emellett terepen is tud közlekedni, így több helyre eljuthatnak majd a szakemberek. A szervezet munkatársai pénteken kezdték meg a szolgálatot Balatonlelén. Jelentkezik 14 per 1-re hívónak, jó napot kívánok! Köszönöm, jó napot kívánok! 10 órával a Lelei Gyermekmentő Orvosi Kocsi megkezdi a szolgálatot, IFT-n bejelentkeztünk. Hivatalosan is megkezdték a nyári szolgálatot a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkatársai Balatonlelén. A szakemberek már 17 éve vannak jelen a Balaton déli partján. Elsősorban itt a déli parton látunk el eseteket, egy olyan 60-100 kilométeres körzetet tudunk bejárni. 12 orvos, szakorvos váltja egymást a nyár folyamán egy olyan 3-4 napos turnusokban, illetőleg 8 mentőtechnikus. Elsősorban súlyos állapotú gyermekekhez kapunk riasztást nyáron, sok az allergiás reakció, vízi baleset, közlekedési baleset, sportbaleset, de természetesen minden más is előfordul. Tavaly nyáron 250 esetben volt szüksége a szakemberek segítségére, de 50 ambuláns beteget is elláttak. Nyáron sokkal figyelmetlenebbek a gyerekek és a szülők is, pedig sok baleset elkerülhető lenne, mondja dr. Gesztes Éva. Sajnos nagyon sok baleset, gyermekkori baleset az megelőzhető lenne, hogy erre mindenképpen fel kell hívni a figyelmet, hogy a víz közelben, vízben mindenképpen tartsunk be alapvető szabályokat, hogy a gyerekek sisakban biciklizzenek, hogy ne zárjuk be őket az autóba pillanatokra, percekre sem, mert nagyon felforrósodik a levegő, és hőgutát tudnak elszenvedni. Tehát nagyon sok apró dologgal tudunk segíteni, hogy ezek a balesetek újra és újra ne történjenek meg. A kábeleket, tehát a fiókba elhelyezett gyógyszerpumpát is tudom folyamatosan tölteni. Idén nyártól egy teljesen új autó is segíti a gyors és hatékony munkát. A 45 millió forintos járművet adományokból tudták megvásárolni. A benne lévő eszközök szintén ugyanekkora értékűek. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Aratás. Rekordidőben kezdődtek az idén a munkálatok. 22 településen lesz gyérítés Tolna vármegyében. Beavatkoznak a szúnyogok ellen. Üdülés. Közkedvelt helyek Magyarországon, illetve külföldön. Duális képzés a Tolna vármegyei szakképzési centrumnál. Gyakorlat a Trajc Kft-nél. Szerdára jelentős légköri labilitás mellett változóan napos, komoly felhős, füllett idő alakul ki. A reggeli dél előtti órákban elgyengülnek az éjszaka kezdődött zivatarok. Vékonyodik, szakadozik a felhőzet, kisüt a nap.
Késő délutántól egyre kedvezőbbé válik a légköri helyzet, újabb hullámban érkező felhőszakadásokkal, jégesővel, szélviharral kísért kiterjedt viharok kialakulásához. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!